Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, a mai beszélgetőtársam pedig dr. Stöcker Dávid, kommunikációs szakember és mediátor, akivel ma az alapvető kommunikációs technikákról, illetve lehetőségekről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Alapvetően ugye elmondhatjuk, hogy mindenki tud kommunikálni, mindenki kommunikál a másikkal. Én manapság mégis úgy érzem, hogy egyre több feszültséget szül, hogy nem értjük meg a másikat, és nagyon sokszor van az, hogy elbeszélnek egymás mellett az emberek. És ebből adódhatnak félreértések, olyan helyzetek, amit nem feltétlenül szeretnénk pont elérni az adott kommunikációnkkal. Miért fontos a jó kommunikáció, vagy hogyan tudunk jól kommunikálni egymással? Valóban mindenki tud kommunikálni, és mindenki a saját nyelvén kommunikál. A saját nyelv alatt itt most nem feltétlenül az anyanyelvet kell gondolni, hanem egy születésünktől, neveltetésünktől fogva ránk ragadt, bennünk kialakult kommunikációs rendszert. Ebben vannak szavak, szokások, metakommunikációs elemek, tehát rengeteg minden, mindenki a maga nyelvén kommunikál. Ugye szoktuk azt mondani, vagy vannak olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy hú, hát valakivel, mintha már 1000 éve ismernénk egymást, igen, nagyjából a mi kommunikációs készletünk, hátterünk az nagyjából hasonló, vagy eléggé hasonló, ezért van ez az érzet, és a többséget meg nem értjük, hogy hát hogy nem lehet ezt érteni, miért nem értenek engem, mert ők meg egy nagyon más készlet szerint, egy más nyelvezeten kommunikálnak. Nem rosszabb ilyen szempontból a világ, mint volt. Inkább azt mondanám, hogy többféle módon sokkal gyorsabban kommunikálunk. Tehát egységnyi idő alatt sokkal több eszközzel, sokkal több információt szeretnénk átadni. Ez óhatatlanul is kvázi leegyszerűsíti a kommunikációnkat, és ugyanez igaz felénk, sokkal több információval bombáznak minket, sokkal instantabb üzenetekkel, és akkor ezeket meg nem biztos, hogy úgy értjük, ahogy mi érteni szeretnénk, és lehet, hogy minket sem úgy értenek, ahogy mi szeretnénk, hogy értsenek bennünket. Szóval alapvetően a kommunikáció az sok mindent nem változott. Az, hogy egymás mellett elbeszélünk, annak meg a, vagy ez az érzet, az leginkább azért valahol annak köszönhető, hogy a másikra nem tudunk odafigyelni. Tehát, hogyha mindenki szívére teszi kicsit a kezét, vagy fölidéz magában egy kommunikációs helyzetet, akár csak a bemutatkozásokra gondolva, mindenki a maga üzenetére, a maga kommunikációjára figyel. Tehát, amikor bemutatkozunk, akkor arra figyelünk, hogy a saját nevünket érthetően, tisztán kimondjuk. Na most a fogadó fél ugyanezt csinálja, ezért van az, hogy a legtöbb esetben, főleg, hogyha egy ilyen nagyobb találkozó van, vagy nagyobb megbeszélés van, több ember ül le egy asztalhoz, pillanatok alatt elfelejtjük a másiknak a keresztnevét is. Tehát magunkra figyelünk. Nagyon erősen azon a logikán működünk, mindig is így működött az ember, hogy az én üzenetem, az én érdekem, az én akaratom, hogy nagyon erős szavakat használjam, az átmenjen, az hasson. Igen, ám csak a kommunikáció az akkor sikeres, és bármiféle emberi kapcsolat akkor sikeres, és itt nem csak magánéleti, hanem munkai, vagy bármilyen kapcsolat, akár csak hogyha vezetünk az utcán, akkor sikeres, hogyha én érthetően tudok kommunikálni. Tehát arra figyelek, hogy én nagyon érthetően átadjam az üzenetet, illetve figyelek a másikra is. Ez nagyon fontos, hogy a másikra is figyeljünk, mert ő is közölni akar velünk valamit. Tehát itt egy ilyen izgalmas szellemi játék zajlik, amit nem kell úgymond túlságosan komolyan venni az úgymondot, azt úgy értem, hogy nem kell ráfeszülni arra, hogy úristen, akkor én nekem át kell adnom az üzenetet neki, de hogy értsem is, hogy ő mit akar, hogy jaj, hogy tudok egyszerre több dologra figyelni, képesek vagyunk egyszerre több dologra figyelni a kommunikációban, csak ezt bizonyos szempontból tudatosabban kell csinálnunk, és egy kicsit lassabban. Tehát lassabban kell kommunikálnunk, nem feltétlenül lassabban kell beszélni, de a bemutatkozásnál maradva, hogy egy konkrét példával éljek, hagyom, hogy a másik elmondja a nevét, megjegyzem, és utána mondom el én a saját nevemet, hogy ő is megjegyezhesse az én nevemet. És ennek van egy olyan varázsütésszerű hatása, hogy olyan, mintha, vagy nem is olyan, mintha olyan az, a másik úgy érzi, hogy
valóban figyelnek rám. És onnantól kezdve, hogy megvan, hogy valahol azt érzi valaki, hogy figyelnek rá, elmúlik a feszülés is bizonyos szempontból, hogy bizonyos mértékig elmúlik ez a feszülés, azért mindenki szokott izgulni, lámpalázas lenni, bármiféle kommunikációs aktus van, még az is, akinek ez nagyon jól megy, és ez így normális, de ez a feszülés ez elkezd kicsit elmúlni, mert egy komfortosabb helyzet lesz, és abban az esetben már jobban is kommunikálom, mert nyugodtabban, nyugodt helyzetben nem keveredik össze a nyelvünk, a gondolataink is rendezettebben jönnek ki belőlünk, és nem cikázik az agyunk, hogy úristen, úristen, még ezt, meg azt, meg azt el kéne mondani. Úgyhogy ami egy ilyen instant javaslat, az tényleg az, hogy egyrészt lassabban, jobban odafigyelve a másikra, hogy ő mit szeretne mondani, mit szeretne megérteni belőlünk, és a mi üzenetünket meg amennyire lehet egyértelműsíteni. Ez nehéz abban a szempontból, hogy tényleg mindenki jön valamiféle háttérrel. Tehát, hogy ami abban az adott körben, családi körben egyértelműen működik, mert annak a szónak, annak a kérdésnek mindenki érti a jelentését, az nem biztos, hogy egy másik körben úgy értődik, úgy működik szépen magyarul mondva. Tehát feltételeznünk kell, hogy a másik nem feltétlenül fogja a mi nyelvezetünket érteni, ezért nekünk adaptálódni kell valahogy a helyzethez, meg hozzá is. És akkor sikerélmények lesznek a kommunikációban, elkezdenek minket érteni, és mi is jobban meg fogjuk érteni a másikat, és hogyha már értjük egymást, akkor sokkal könnyebben dűlőre jutunk bármilyen kérdésben. Párkapcsolati, munkaügyi, gyereknevelési, bármilyen kérdésben. Igen. Az a tapasztalatom egyébként, hogy nagyon sokszor nem kérdezünk, tehát beszélgetünk egymással, én megpróbálok mondjuk szépen lassan, érthetően kommunikálni, hogy a másik megértse, viszont látom rajta, hogy nem ment át az én üzenetem. Én folytatom, mert bár látom rajta, de nem jelzi, nem adja a jelét annak, hogy ő nem érti azt, amit én mondok, és mondjuk nem mer visszakérdezni. Tehát akkor bátran kérdezhetünk vissza, és ettől lesz mondjuk a kommunikációnk az gördülékeny, és így nem fogunk tudni elbeszélni egymás mellett. A kérdés az nagyon fontos. Tehát kérdezni kell. Még akkor is, hogyha valamiért egy olyan rossz gondolat, rossz érzés van ezzel kapcsolatban sokakban, hogy ha én visszakérdezek, az ugye inkább a visszakérdezésekre jellemző, ha visszakérdezek, akkor ajaj, nehogy engem inkompetensnek tartsanak, nehogy azt gondolják, hogy én nem értek hozzá, stb. Tehát, hogy kérdezni kell, mert azzal, hogy kérdezünk, azzal ki tudunk tisztázni dolgokat magunk számára, másrészt meg a másik felé visszajelzéseket adunk, hogy ő hogyan kommunikál, és hogy hogyan tudna jobban kommunikálni. A kérdés az ilyen szempontból rettentő. Fontos, ki lehet tisztázni egy csomó minden később, akár problémát okozó helyzetet, előre meg lehet magunkat védeni attól, hogy konfliktusok generálódjanak. Ettől még lesznek konfliktusok, lesznek elcsúszások, de azzal a kérdezünk, tisztázunk dolgokat, azzal ezeket meg tudjuk előzni, és a számukat tudjuk csökkenteni. Nem fogunk tőle kisebbnek, rosszabbnak, nem hozzáértőnek tűnni. Egyszerűen az fog átjönni, és ez meg egy kicsit már ilyen kérdezés technika, hogy mi kíváncsiak vagyunk. És hogyha valaki kíváncsi a másikra, kíváncsi arra, amit a másik mond, akkor sokkal jobban közelít hozzá, sokkal pozitívabban áll hozzá, és sokkal érthetőbben kezd el felé kommunikálni. Tehát kíváncsiságot kell a másik irányában, vagy az adott helyzet irányában mutatnunk, és ennek megfelelően kérdezni. Ez egy fontos dolog, és nyugodtan bárki bármit kérdezzen. Ebből még soha nem volt probléma. Ugye el szokták mondani, hogy nincs rossz kérdés. Ezt végre most már higgyük el, és tényleg ennek a szellemében, hogyha működünk, akkor sokkal jobbá válik már két ember között a kommunikáció. Érdekes, hogy ezt mondjam, eszembe jutott ez, amikor az emberek találkoznak az utcán, és ugye az első kérdés az, hogy hogy vagy. És aztán vagy megvárom a választ, és hagyom, hogy elmondja a másik, vagy nem várom, és rögtön mondom, és ugye erre szokták azt mondani, hogy ez egy olyan felesleges kérdés, vagy egy ilyen átlátszó kérdés, ami érzem azt, hogy mondjuk nem gondolja ezt komolyan, vagy nem kíváncsi a válaszomra, és ugye ez is hozhat egyfajta olyan kellemetlen helyzetet, ami,
ami annak, akitől kérdezték a kérdést, annak kellemetlen, mert ő válaszolna rá, de nem tud, mert ugye nem hagyják, hogy válaszoljon rá. A kultúránknak a kommunikációjában ugye ezek benne vannak, ezeket alapvetően azért nagyjából elkezdjük megtanulni, hogy amikor van egy ilyen hogy vagy, ez egy ilyen small talk, tehát hogy vagy, kösz jól, semmi különös, és hogyha mondjuk másodszor, harmadszor hangzik el, akkor már érdemes komolyan venni. Ezeket is valahol a helyén kell kezelni, tehát hogy a kérdések is azért nem minden kérdés ugyanolyan szinten működik, nem minden kérdésnek van ugyanolyan súlya. Ezeket a helyén kell kezelni, és nem feltétlenül érdemes ezeket a kérdéseket, tehát a small talkot többnek látni, mint ami. De, és akkor itt jön be a kommunikációnak a többi része, hogyha összefutunk valakivel az utcán, és tényleg nekünk rossz napunk van, vagy éppen jó napunk van, és ez látszik rajtunk, akkor nekünk is tudni kell, érzékelni kell, hogy a hogy vagy kérdés ebben az esetben nem small talk, hanem valóban egy másiktól érkező aggódást, valódi kíváncsiságot mutató kérdés. És ebben az esetben kell nekünk valamilyen módon válaszolni, vagy a mi válaszunk meghatározza a további kommunikációt ebben a helyzetben. Tehát, hogy ezeket mindig, és ezek már az antennák, az egyéb metakommunikációs elemeknek a jelenlétét is feltételező, összetettebb kommunikációs rendszer, ezeket az ember egyébként alapvetően, vagy az emberek azért érzékelik, csak nem mindig tudatosodik. És ezeket az adott helyzetben magunk felé is tudatosítani kell, hogy mi most hogy nézünk ki, mi látszik rajtunk, hogy hogyan viszonyulunk a külvilághoz, és hogyha egy ilyen kérdés jön felénk, akkor azt is érzékelni, hogy ez valóban csak egy ilyen hogy vagy, hello, hogy vagy, rég találkoztunk, vagy egy úristen, hogy vagy, hát típusú kérdés, és erre berendezkedni. Ez meg már egy minden emberben jelenlévő antenna rendszernek az érzékenysége. Ezt mindenki érzékeli. Az is, aki azt mondja, hogy jó, hát én ezeket nem nagyon szoktam észrevenni, érzékeli, nyilván mindenki más mértékben. Tehát itt azért vannak a különféle diszfunkciók, amik ezt behatárolják, de azért azt valamilyen módon értékelni, vagy érzékelni szoktuk. Mit tehetünk abban az esetben, hogyha olyan fajta kommunikációval találkozunk, ami minősít bennünket? Tehát ugye sokszor szokták azt mondani, hogy az, hogy mit mondunk, az mindegy, azon van a hangsúly, hogy hogyan mondjuk. Tehát, hogy lehet, hogy én valami olyat szeretnék közölni, amit én nem bántóan akarok közölni, de valahogy a hang, ami kijön belőlem, vagy az a hangsúly, amivel én közlöm a mondandómat, az mégis bántó. Hogy tudunk ebben a helyzetben, vagy hogy tudjuk ezt elkerülni? Igen, ezekben a szituációkban van, amikor a kérdés csak olaj a tűzre. Tehát neked mi bajod van, már megint típusú reakciók. Ugye ezekben az esetekben van egy visszatükrözés néven futó modelleszköz. A visszatükrözésnek az a lényege, hogy elmondjuk a kérdező vagy a kommunikáló félnek, aki felénk üzenetet küld, hogy ez most hogyan csapódott le bennünk, ezt mi hogyan értettük most. Tehát ebben benne van az, hogy ez most rosszul esett, mert azt üzented, hogy. Tehát nem elég annyit mondani, hogy most megbántottál, másik nem fog érteni, mivel, de hát én nem ezt akartam, hanem úgy mondani, úgy visszajelzni, hogy azzal, ahogy ezt mondtad, azzal a szóval, azzal a hangsúlyon, nem tudom, ezzel most megbántottál engem, mert én ebből azt értem, azt érzem, hogy ez nálam úgy csapódik le, hogy. Tehát ez a visszatükrözés, amikor a másik felé visszamutatjuk, hogy az ő kommunikációja az külső szemlélőként hogyan csapódik le. És ez egy nagyon szelíd és nagyon, nagyon jó proaktív eszköz abból a szempontból, hogy akkor kap egy visszajelzést a másik fél, kap egy javaslatot is, egy jó tanácsot is, hogy mi az, amire érdemes figyelnie, hogyha a későbbiekben szeretné elkerülni ezeket a helyzeteket, akkor másként kommunikáljon, másként kérdezzen. És ez egy nagyon szelíd és egy nagyon jó eszköz, mert ebben benne van az, hogy én bennem ez hogyan csapódott le, hogy ez engem hogyan érintett. Másrésztről visszamutatom neked, hogy te hogyan kommunikálsz felém, és ezt azért teszem, hogy te javítani tud, és nem azért, mert minősíteni akarom a te kommunikációdat, hogy te már megint nem tudsz kérdezni, meg hasonló dolgok. De ez megint egy kicsit olyan dolog, hogy az emberi kapcsolatokra, a kommunikációs kapcsolatokra azért időt kell szállni. Tehát amikor egy ilyen helyzet előáll,
akkor azt nem biztos, hogy 2 percben kell lerendezni, hanem akkor egy ilyen visszatükrözéssel lehet, hogy elmegy vele 10 perc. De legalább kitisztázódik a dolog, és erre kell, hogy mindig időnk legyen, mert nagyon sok konfliktus és nagyon sok ütközési helyzettől meg tudjuk ezzel védeni magunkat. Nem kell ehhez feltétlen bizalom? A bizalom az egy nagyon érdekes kérdés, mert az is erősen, sőt, 1000 szállal kötődik a kommunikációhoz, és a bizalom az már lehet, hogy azelőtt megtörténik, hogy bármiféle erősebb kommunikációs aktus történik. Tehát ez már lehet, hogy itt egy szempillantás. 2 ember egymásra néz, és valahogy azt érzi, hogy benne meg tudok bízni, vagy benne meg akarok bízni, vagy mi megbízhatunk egymásban. Mindennek az alapja, minden kommunikációs aktusnak az alapja a bizalom. Itt a bizalom mértéke a kérdés. Tehát alapvetően, hogyha mi bármilyen szituációban vagyunk, azért alapvetően azt kell feltételezni, hogy bízunk a másikban, és ő is megbízhat bennünk. Mindenki bizonyos mértékig tart ezektől a helyzetektől, ez is teljesen normális, védeni próbáljuk magunkat. De egyfajta bizalom kell ahhoz, hogy ott el tudjon indulni egy kommunikáció, és hogy meg tudjam érteni a másikat, én is át tudjam vinni az üzenetemet, ő is át tudja vinni hozzám a saját üzenetét, és egy win-win szituációt tudjunk teremteni. Ezt nem tudjuk megúszni, bizalmatlanság az egy jó dolog, az is kell a világban, de azért a bizalomnak legyen nagyobb szerepe, mert az tudja segíteni a kommunikációt, és ha jól működik a kommunikáció, az tudja növelni a bizalmat egymás iránt. És ahogy növekszik a bizalom, úgy egyre könnyebbé válnak ezek a szituációk, és kevesebb az olyan helyzet, ami tényleg feszülést, vagy nagy isten konfliktust okoz. Ugye a beszélgetésünk elején pont arról beszéltünk, hogy mindenki tud kommunikálni, és sokszor kapom meg azt, hogy de hát beszélni könnyű, hát beszélni nem okoz nehézséget, hát megtanultad, mert gyerekkorban tudod. De mégis milyen jellegű technikák vannak hozzá, amivel jobbá tehető a kommunikáció, amivel fejleszthető? Én itt visszalepnék egy lépcsőfokot, egy szintet. Ez egy alapvető fontosságú kérdés, hogy ki mennyire introvertált vagy extrovertált. Egy extrovertáltabb egyén jobban tud kommunikálni, vagy inkább azt mondom, könnyebben kommunikál. Nem biztos, hogy jobban kommunikál, tehát a kommunikáció minőségével még azért lehetnek problémák, de kevésbé okoz neki gondot az, hogy kifelé bármilyen módon verbális, nonverbális jelekkel kommunikáljon. Egy introvertáltabb személyiség ugye kevésbé nyitott erre, vagy kevésbé érzi komfortosnak ezeket a szituációkat, ő is kommunikál, mindannyian kommunikálunk, a legintrovertáltabb ember is kommunikál, de ő másként van bekötve ezekben a dolgokban, tehát egyénenként függő valahol az, hogy az ő esetében hogyan lehet a kommunikációt javítani. És akkor az egyéb diszfunkciókról nem beszélve, tehát, hogy most egy enyhén autista egyén, ez már ugye pszichológia világa, de ők ebben nagyon, nagyon jók, hogy egy enyhén autista, egy jól funkcionáló autista hogyan kommunikál, ADHD-sok hogyan kommunikálnak, szóval, hogy 1000féle verziónk létezik, többféle modell létezik a világban belőlünk. Mindenkinek való egyénre szabottan érdemes ezt az egészet megtanulni. A legfontosabb az az, hogy saját magában tudatosítsa, hogy mik azok a helyzetek, amik benne feszülést okoznak. A verbális kiállni nagy tömeg elé, 2 emberrel beszélgetni, bemutatkozni. Tehát, hogy ezeket a szituációkat tudatosítani, hogy mi az, ami feszülést okoz, és miért abban a szituációban mi az, ami nekem feszülést okoz. Ez az egyik elem, a másik elem pedig az arról szól, hogy melyek azok a szituációk, helyzetek, amiben meg komfortosan érzem magam. Azok az eszközök, amiken jól tudok kommunikálni. És ezt a szortimentet megvizsgálva lehet elkezdeni utána nézegetni annak, hogy én hogyan tudom fejleszteni ezt vagy azt a kommunikációmat. Tehát nem azt a részét kell fejleszteni a kommunikációnak, ami jól megy. Azt is lehet, de ne azon legyen első körben a hangsúly, hanem azokon az elemeken, azokon a készségeken, amiket fejleszteni kell. Mert az a jó, hogyha az ember balanszban van, egyensúlyban van, tehát a kommunikációjában is ezek az elemek kiegészítik egymást. Úgyhogy első körben egy nagyon erős önismeretre van szükség, ahol tudom azt, hogy én milyen vagyok, mik azok a helyzetek, amikben zavarba jövök, ahol összegabajodik a nyelvem, és akkor ezeket megvizsgálva lehet elkezdeni azon gondolkodni, hogy én hogyan trenírozzam magamat,
akár otthon milyen könyveket olvassak, vagy mélyebbre akarok ásni ennek az egésznek, és meg akarom érteni a lelki okait, arra meg szakembereket mindenképpen érdemes bevonni. Tehát ez a kommunikáció az egy tünet is valahol egy jó pár helyzetben, és hogyha ott látom, hogy van valami, ami nem működik jól, akkor szakemberek bevonásával mélyre ásatok ennek a dolognak. Ahol meg azt érzem, hogy itt tényleg valami funkcióbeli dolog van, akkor ott akár egy logopédus. Tehát, hogyha azt érzem, hogy vannak bizonyos szavak, vagy összeszokott gabajodni a nyelvem, akkor lehet, hogy egy logopédussal érdemes eljárnom, és kicsit gyakorolni azt, hogy amikor beszélek, akkor milyen ütemezése lesz. Én például gyorsan beszélek. Én tudom magamról, hogy gyorsan beszélek. Jönnek, mennek a gondolatok a fejemben, extrovertált ember vagyok. De nekem például azt tudom, hogy lassabban kéne beszélni. És ez egy logopédus, egy beszédtechnika tanár, az nagyon jó segítség tud lenni, aki az embert beállítja egy olyan ütemezésre, egy olyan sebességre, ami neki is jó, mert kevésbé követel hibát, tehát érthetően kommunikál, másrészt kifelé is jó, mert a másik is jobban megérti, és nem önt rá irgalmatlan mennyiség információt. Tehát akár logopédus, beszédtechnika tanár, el lehet menni kommunikációs tréningekre, ahol meg már szituációkat modelleznek. Itt ezeknek mindig az a jó része, hogy itt azért közösségben működik a dolog, tehát egy közösség előtt kell kiállnom, a közösség előtt kell kipróbálnom magam. De vannak nagyon jó tréning technikák, vannak nagyon jó tréneri feladatok, amikor az egyik, tehát ez csoportosan működik, mindenki húz valami meggyőző ostobaságokat neve egyébként, ennek mindenki nyugodtan nézzen utána. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó feladat. Meggyőző ostobaságok, amikor teljesen agyrém történeteket kell elmesélni, kap a feladatot az ember, hogy akkor nem tudom, én győz meg a közösséget arról, hogy a férfiak is hordhatnak magas sarkú cipőt, van konkrétan egy ilyen mondat benne, de bármilyen mondat lehet, és akkor ezt a 10-12 fős csoportban, ami azért mégiscsak egy safe space, ott akkor elő kell állni ezzel, és akkor ott egy történetet kell fűzni ebbe az egészbe. Ez is egy nagyon jó technika tud lenni, mert van egy jó közösség, amiben ezt megmerem csinálni, el tudom engedni a fantáziámat. Én rengeteg ilyen tréninget tartottam, és ez az a feladat, ahol el szokott hangzani az, hogy hú, hát én ezt hogyan fogom csinálni, lehet passzolni, tehát van, aki passzol, mondja azt, hogy én ebben nem akar részt venni. De végén mindenki elmondja, hogy úristen, ez nagyon jó élmény volt, mert nem is gondoltam volna, hogy ilyen jól tudok kommunikálni, akik meg kimaradtak belőle, ők meg azt szokták mondani, hogy de kár, hogy nem vettek részt, és legközelebb részt vennének benne. Tehát mindannyian tudunk jól kommunikálni, csak lehet, hogy egy olyan helyzetet kell teremteni, erre vannak a tréningek, ami teljesen atipikus, és kiderül, hogy számunkra bizonyos helyzetek igenis komfortosak, és igenis jók vagyunk ebben a dologban. Úgyhogy szakemberek egy bizonyos szint fölött már mindenképpen érdemes szakembert fölkeresni, ami kommunikációs technikát illeti, és igenis az önismeret miatt, meg önismerettel foglalkozni, ez lehet, hogy bőven elég otthon, hogyha valaki ilyen típusú könyveket olvas, meg ezeknek a dolgoknak utána néz, de azért itt is egy szakember, egy coach, pszichológus, ezt mindenkinek magának kell tudni valahol eldönteni, nagyon-nagyon sokat tud abban segíteni, hogy a kommunikációnk alapjait azt helyre tegyük, és onnantól kezdve sokkal komfortosabban tudunk működni ezekben a szituációban. Igen. És ugye egy korábbi beszélgetésünkben volt szó a pályaválasztásról, illetve ugye most jönnek majd a felvételik, nyilván az írásbeli felvételi az egy dolog, de aztán utána jön a szóbeli felvételi, aminél mindenki arra számít majd, hogy valamilyen tantárgyal kapcsolatban fognak kérdezni, de nem feltétlenül, itt inkább a kommunikációs készséget mérik fel a szóbeli elbeszélgetésnél, és mondjuk erre hogyan lehet esetleg készülni, vagy hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb, ahogy erről beszéltünk, ő belőle hogyan lehet kihozni azt, hogy ő mondjuk nem mer megnyilatkozni, vagy nem olyan szinten nyilatkozik meg, mint egy másik típusú gyerek? Az őszinteség nagyon fontos. Egyrészt önmagunk felé. Tehát önmagunk felé beismerni azt egy-egy ilyen helyzet előtt, hogy mi az, ami nekem gyengeségem, mi az, ami nekem erőssége, ami jól fog tudni menni.
az nem szabad, hogy kétségbejtő helyzetet teremt, és egyszerűen csak őszintén el kell mondanunk magunk felé, és a környezetünk felé, hogy mi az, ami jó lesz, mi az, amitől megtartok. Ez az egyik fontos elem. Akkor itt már lehet akár mondjuk egy felvételi kapcsán a tanárral, osztályfőnökkel, bármiféle kommunikációs fejlesztő szakemberrel, ilyeneket én is szoktam csinálni, egyeztetni, és akkor egy kicsit gyakorolni a helyzetet. Nem konkrétan a mondani valót, hanem az adott helyzetet. Hogy az a lámpaláz az bizonyos szintre lejöjjön, ami ahhoz kell, hogy tényleg legyen egy ilyen pozitív stressz a felvételőző diákba, hogy akkor bemegy, és akkor ez kell, mert hogyha nincsen ilyen pozitív stressz, akkor nincs meg az a helyzet, ami miatt úgy neki durálnánk magunkat a helyzetnek. Ez egyik része, és az őszinteség kifelé, hogy igenis, hogyha valaki introvertáltabb a személyiség, és tudja magáról, hogy ő kevésbé ebben jó, hanem az írásbeli dolgokban, ezt a bizottság felé nyugodtan lehet, hiszen róla van szó, ő rá kíváncsiak, őt fogják kérdezgetni a vele kapcsolatos dolgokat, és nem feltétlenül a tudását. A tudását azt a különféle teszteken keresztül azért megnézik. De itt elsősorban ő rá kíváncsiak, úgyhogy nyugodtan ilyenkor mondja el, hogy igenis, én egy introvertáltabb ember vagyok, akinek a szóbeli kommunikáció nehezebb, kicsit idegesebb vagyok ilyenkor, stb. Ezt ugye kihangosítjuk a közösségünk felé, akik ott vannak, nem szőrös szívű, nem emberevő rémekről van szó, hanem egyszerűen emberekről, akik meg akarnak érteni bennünket, és már az ő hozzáállásuk is egészen más lesz, segítőbb. Tehát nekik is az az érdekük, hogy ez a történet, ez mint a mesében jól végződjön. Tehát ezeket nyugodtan mondhatjuk. Ezer éve a szakmában lévő emberekről van szó, akik ezt fölismerik, látni fogják, és azt még általában azért szokták akceptálni és elismerni, hogyha valaki tényleg olyan önismerettel jön, és egy olyan önképpel, hogy el tudja azt mondani, hogy hölgyeim és uraim, ez nekem most egy nagy kihívás ez a helyzet, mert én nem vagyok egy ilyen nagy kommunikátor. Én nagyon célra törően szeretek beszélni, vagy nagyon, nagyon halkan beszélek, vagy nehezen nyilvánulok meg ezeken a helyeken, úgyhogy türelmüket szeretném kérni, hogy nem fogok rögtön, nem tudom én egy cicerói beszédet tartani. És ezek működnek. Tehát az őszinteség ezekben a helyzetekben az emberi megértés az működik, hiszen mindenki tudja, hogy azért egy felvételi, az mekkora stresszel jár. Még ha utána úgy is azt mondja mindenki, mint az érettségénél, ó, miért tartasz attát, az még nem esik át rajta valaki, addig attól mindenki tart. Hát ez így van, igen, ezt akár én is mondhattam volna, mert én ugyanígy jöttem ki az érettségiről, de végül is valóban így van, aki ezt nem tudja, vagy nem esett, tehát ez még nem tudja. És egyébként általában a legtöbbször mind siklik el a kommunikáció, tehát hogy alapvetően azért az emberek szeretnek beszélni, ez tény és való, de valamiért mégis elsiklik az a kommunikáció. Mi lehet ennek az oka, az elsődleges oka? Tényleg valahol más nyelvet beszélünk. Tehát, hogyha én valamit mondok, azt nem biztos, hogy a másik is úgy érti, amit én gondolok. Tehát szeretjük azt gondolni, és ez rám is igaz. Ez ugye mindig a Schusternak a lyukas a cipője. És programot vezető emberként azt látom, másokkal dolgozva, hogy én azt szeretem hinni, hogy egyértelműen kommunikálok, de minden nap megtanulom azt, hogy nem. Tehát most is volt egy olyan helyzetem, míg itt készültünk a beszélgetésre, ahol azt gondoltam, hogy már nagyon egyértelműen elmondtam, hogy mit kéne, mikorra, milyen kondíciókkal, kinek, és nem az jön vissza. És ilyenkor mindig el kell kezdeni megvizsgálni saját magunkat, hogy tényleg egyértelműen kommunikálunk-e, hogy ahogy mondjuk, az tényleg azt üzeni, nincs-e benne egy ilyen kis cinikus él, mert cinikusak vagyunk alapvetően mindenkivel és mindennel szemben. Nincs ezzel baj, csak tudjuk azt, hogy mi így működünk. Hogy az a szó kapcsolat, az a mondatfűzés az mindenkinek ugyanazt jelenti. Tehát, hogy első körben azért alapvetően magunkat kell megvizsgálni, hogy tényleg egyértelműen azt kommunikálunk-e, amit mondani akarunk. Másrésztről meg tényleg ott tud elcsúszni az egész, hogy miközben nagyon magunkra figyelünk, a másiknak az apró metakommunikációs jeleit nem biztos, hogy jól vesszük, vagy vesszük. Tehát egy sóhajtásban, egy félmondatban benne van az, konkrét példa, jaj, olyan régen ittam egy jó kávét. Ebben lehet, hogy benne van az, hogy szeretne a kolléga, a párunk, bárki,
egy 10 perces szünetet tartani, vagy elmenni kávézni, vagy csak arra azt szeretné, hogyha csinálnak neki egy kávét. Mert ő úgy szocializálott, ezt tanulta meg, hogyha ez a mondat elhangzik otthon, mert a szülei így kommunikáltak, akkor az egyik a másiknak főz egy kávét, vagy elviszi kávézni. Tehát, hogy ezeket a dolgokat is, főleg emberi kapcsolatokban élünk nap mint nap, munkahely, stb., hogy érteni kicsit a másikat. És akkor itt visszajön az a visszakérdezés technikája, hogy akkor kávéznál vagy? Vagy kiugorjunk egy kávéra? Vagy pedig a visszatükrözés ebben a helyzetben, hogy akkor a kávézáshoz kapcsolódóan én azt mondom, hogy én akkor ezt most úgy értem, hogy te figyelj, te azt szeretnéd, hogy akkor elmenjünk kávézni. Ugye jól értem? Tehát bocs, hogy ezt megkérdezem csak. És akkor ezek tudnak működni. És idő. Tehát ez, ahogy pont a pályorientáció kapcsán előjött, hogy a diákoknak a motivációit, a vágyait hogyan lehet megérteni, hogyan látunk a fejükbe, nyilván sehogy, de hogyha időt hagyunk egymásnak a kommunikációra, és nem csak bögszavakban rohanva, a többségét úgyis így csináljuk, mert időzavarban van mindig az ember, de időt hagyunk a fontos kommunikációra, akkor nagyon-nagyon sok félresiklást azt el tudunk kerülni, és hát ez igaz az írásbeli kommunikációra is. Tehát ez megint egy érdekes dolog, főleg a munka, de most már ez a magánéletben is benne van, hogy egyszerre 3-4 csatornán keresztül kommunikálunk, mert küldünk egy e-mailt, mert telefonálunk közben, Viber üzenetet is megosztunk egymással, aztán akkor bejön, és akkor megbeszéljük szóban. Tehát, hogy ez koherens, és konzisztens legyen a kommunikációnk. Tehát erre figyelni, hogy minden csatornán keresztül a mi sajátos stílusunkban, de érthető módon ugyanazt kommunikáljuk, és jól választunk csatornát. Tehát amit mondjuk SOS történet, akkor azt telefonon beszéljük meg, mert az SOS történet, és utána mondjuk e-mailen azért biztos, ami biztos le-e-mailezzük, hogy le legyen írva, hogy mindenki így érti. És van, amit meg egy chat üzenetben intézünk el, mert nem tudom, én hazafelé be tudsz ugrani egy zsömlét. De ott is arra figyelünk, hogy lehet, hogy nem olvassa a chatet, mert ismerjük a menetrendjét, tudjuk, hogy ő ilyenkor már az autóban ül, tehát abban az esetben mondjuk fölhívjuk. Tehát ez a csatorna választás, és a csatornákon keresztül hogyan kommunikálunk, a bőségzavara van, tehát ezerféle módon tudunk kommunikálni, ezért gyorsan is kommunikálunk, időt kell ráhagyni, főleg azokra a kérdésekre, azokra a témákra, amik tényleg nagy témák. És most egy hosszú hétvége, az tökéletesen jó rá, vagy egy ünnep, hogy ezekkel elkezdjünk egymással kicsit közelebb kerülni, kicsit kommunikálni. Tudom, hogy nehéz, tehát hogy hol kezdjen neki az ember, de a szép az idő, vagy a kávézásnál maradva, csak kiszakadunk a mindennapok valóságából. Tehát nem kell messzire menni. Csak nem azt és ott csináljuk, amit akkor és ott szoktunk, hanem azt mondjuk, hogy akkor most elugrunk egyet kávézóba, vagy elugrunk egyet étterembe. Az már megváltoztatja a kommunikáció minőségét, ez nem titok, mi is otthon ezt szoktuk csinálni, tehát a feleségemmel nekünk megvannak azok az szeánszok, úgymond, amikor beülünk valahova, teljesen kiszakadunk a mindennapokból ilyen szempontból, ez pedig csak egy étterem, nem messze attól, ahol lakunk, vagy Sopronban itthon, amikor itthon vagyunk, elmegyünk az erdőbe, az is kiszakít a mindennapok valóságából, szállunk egymásra másfél-két órát, és ezeket a dolgokat, amik bennünk vannak, amik foglalkoztatnak minket, közös dolgok, meg egyén dolgok, meg tudjuk beszélni. És egészen más minősége lesz a mindennapi kommunikációnak. És erre nem szabad sajnálni az időt. Tudom, hogy ezerféle dolga van mindenkinek, de valahol föl kell töltődni, és ezek a szituációk erre pont jók, és ezek rendbe tudják, vagy jobbá tudják tenni a kommunikációnkat. El is érkeztünk a végére, ugye avval kezdtük, hogy mindenki tud kommunikálni, tehát alapvetően mindenki tud kommunikálni, de jól kommunikálni nem tud mindenki, és nagyon remélem, hogy azért ezekkel a praktikákkal, meg lehetőségekkel, amiket most vázolt, azért sikerült valamilyen szinten megvilágítani az embereknek, hogy igenis kell kommunikálni, igenis figyelnünk kell a másikra, és igenis kérdezni is kell, hogyha esetleg valami nem érthető. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezeket megosztotta velünk, és elmondta. Én köszönöm a lehetőséget, egy utolsó mondat, csak bármire képesek vagyunk, tehát ezt mindenki tartsa a fejébe, hogy bármire képesek vagyunk, a kommunikációnkat is sokkal jobban tudjuk tenni, hogyha akarjuk. Köszönöm a lehetőséget. Így legyen, én is nagyon köszönöm. És beszélgessenek egymással. Köszönjük, hogy meghallgattak minket, viszont hallásra.
Kisalföld Podcast. Hírek helyben, azonnal.